Sziasztok, kedves gitárosok! Foglalkozzunk egy érdekes témával a mai alkalommal. Ki kell támasztani, vagy nem kell kitámasztani a jobb kézzel? Szerintem ez örök kérdés, és mindenki belefut egyszer ebbe a gitározási karrierje során. Ugye alapvetően a kitámasztás azt jelenti, hogy a kicsi és a gyűrűs ujjammal, nagyjából ezzel a kettővel, de inkább a kicsin van a súly, itt kitámasztok, miközben játszok, és... és így fogom egy kicsit kordába tartani a kezet, hogy minél pontosabb legyen. Kitámasztás nélküli játék pedig azt jelenti, hogy lazán így gyökölben van a kezem, és így játszok. Hogy miért is jutott eszembe ez a téma? Mostanában sok külföldi gitáros nézegetek egyébként még mindig, és van egy Baxti nevű, majd berakom linkbe, egy elképesztően jó technikás és dallamos fiatalabb srác, és ezt is észrevettem, hogy hát ő így játszik, hogy kitámasztás nélkül. Aztán beugrott, hogy hú, basszus, Jason Richardson is, ugye, aki az egyik leggyorsabb gitáros manapság, és utána ugrott be, hogy amin én felnőttem a Paul Gilbert Intense Rock, ha jól emlékszem, hogy Paul Gilbert is kitámasztás nélkül játszik. És mostanában ilyen struggle volt nálam, ez, hogy próbáljak minél pontosabban és gyorsabban játszani, tehát, hogy elértem egy szintet, de arra még rátenni. És kipróbáltam ezt a technikát, csak úgy poénból mondom, nem ilyen nagy elhatározás, hogy most akkor jaj, változtatni akarok a pengetés technikámon. És először furi volt, meg utána is egyébként, de utána, hogy elkezdtem játszani, ezek a futamok, mintha könnyebben és szabadabban kijönnének. Tehát például veszek egy egyszerű ilyen hathangos futamot. Ugye D-moll kitámasztással. Kitámasztás nélkül. Hallatszódik a különbség. Sokkal dinamikusabb, és sokkal erőteljesebb, valamint sokkal gyorsabbra fel tudom vinni. És úgyhogy nem döntöttem így igazából, de így, hogy valamennyit metronomra gyakoroltam bele egy idő után, most már elkezdett így ráállni a kezem, hogy mikor játszok, akkor kitámasztok, de mikor jön egy futam, akkor meg szépen elveszem a kis ujjam, és próbálok így. Ugye érdekes, ez is egy idő után valószínűleg ki fog alakulni, hogy már nem kell rá odafigyelni. Egy dolog, ami zavar benne, a bizonytalanság érzése, tehát egy kicsit olyan, mint egy levegőbe lógna az egész, és akkor nincs itt ez a biztos támasz. De szerintem próbáljátok ki ti is, ha esetleg így szoktátok meg, hogy letámasztotok, és érdemes ezekkel kísérletezgetni, tehát eljutottok egy idő után egy olyan pontra, hogy valamiért nem tudtok tovább fejlődni, és lehet, hogy egy ilyen kis dolog lesz. Hát én úgy érzem, hogy ez legalább ilyen 20-25%-ot javított a alternate pickingemen és a gyors játékomon, úgyhogy érdemes kísérletezgetni. Sziasztok!